De te nem vagy búzzenész. Nem. Nem vagy búzzenész, csak kísérletezek. CD-mnek a borítója, Hostel Szivárvány a Balkán felett, ez a címe a lemeznek, és ezen egy saját festményem látható, amit kimondottan direkt ehhez a CD borítóhoz festettem. Furcsa, mert ez a festmény összefügg az itt látható, a Kotta Állományon látható festményemmel, aminek az a címe, hogy Ikirek zápor után. És ez most a legutóbbi lemezemnek is a címe, van egy ilyen kompozíció a lemezem, és ez lett a címadó dal. Tehát, hogy itt nem megy hálig, tehát most ezt az elejét, ezt nem tudom ott játszani, ahova írva, mert az nagyon magas már itt. Akkor legyen ott is lejjebb. Ez ugyanaz a dallam, mint igen. Ez. Igen. Ja, mert ott is lent van, most igen. Ja, jó. Azért akkor lejjebb, mert akkor magas volt is. Hogy születik egy jazz szám? Igen, hát ez valamennyire hosszabb folyamat. Igazából először ezzel a, ha már erről a számról beszélünk, ez a kis dallam jutott eszembe, úgy nézegettem. Itt. És akkor ez megvolt. És akkor most mi legyen? Nézegettem tovább. Harmóniákat fogtam hozzá, mit lehetne csinálni. Több dolgot, és aztán úgy folytatódott tovább, hogy... Idáig jött a dallam után egy kis átvezető. Dallam egy másik ritmus felé, vagy harmóniák felé, ami négy négyedben van. Utána ugyanez meg van ismételve 5/8-ban. És utána következik ismét a dallam. És akkor így megvoltak tulajdonképpen motivumok, harmónia, átvezetések, akkord összefűzések, és akkor ebből így kialakult a kompozíció. Megvan egy kompozíció, és aztán kitalálok vagy egy másik szólamot a szaxofonnak a gitárhoz képest, vagy unisono játsza velem ugyanazt, vagy ilyen harmóniákat játszom például. És van egy ilyen dallam, és akkor ezt fújja a szaxofon. De ha nem ezt akarom, hanem ezt, akkor ezt játssza a szaxofon, de ezt le tudom modellezni gitáron, és akkor így szólna. Csak én ebből ennyit játszom. Szaxofonnal együtt viszont direkt megnyomtam azokat a dallamokat, amiket ő játszik. A számnak a kialakulásának a történetében
Voltak ilyen módosulások? A Sanyinak volt ilyen ötlete, hogy játszik egy ilyen harmónia körre. Ez megvan, és ezt kísérje a bőgő, meg a dob, meg én ezt játszom, és ő szólózik. Fölnéz, int, kiáll a gitár és a bőgő, és benn marad a dob és ő. És onnantól kezdve még szabadabb a lehetőség a szólistának, hiszen nincsen harmónia, kvázi nincsen tonalitás, hanem egy ritmus hangszer van, és egy egyszólamú hangszer, és ha akar, akkor atonálisan free-be hajló dolgokat is játszhat, vagy ragaszkodhat ehhez a körhöz, ami eddig ezen ez a harmóniákhoz. És akkor játszik, fölviszi a szólót, ez az ő ötlete volt, és talán int, és bejön egy meghangszerelt dolog, ez, ami már a témában is szerepelt. És intésre ezt a bőgős is, meg én is játsza, meg a dobos, és innentől kezdve már egy megírt harmónia sorra szólózik, aztán jön egy dallam, amit együtt játszunk.